A Magyar Remény Mozgalom főbb célkitűzései között a közbiztonság helyreállítása szerepel. A többnyelvű polgárőrség kialakítását már korábban is szorgalmazta az MRM. Emelte ki Segyerov Zorán elnök helyettes. Egy kéréssel fordult az említett négy helyi közösség polgáraihoz. Tegyék fel maguknak a kérdést. Vajon elégedettek-e a településük a környezetük fejlődésével? Vajon az eddigi és az előző vezető garnitúrák eleget tettek-e az elvárásoknak? Amennyiben a válaszok igen, ne habozzanak, válasszák újra boldogítóikat és jóakarúikat. Ha azonban a válaszok netán nemleges lesz, kérem, szavazzanak bizalmat a Magyar Remény Mozgalomnak. Az MRM sajtótájékoztatóján a Palicsi tó állapotáról is szó volt. Elhangzott, hogy a tó rendezésével kapcsolatos részletes megvalósíthatósági tanulmány legkorábban 2 év múlva készül el.